mindenkit! Elérkeztünk az év utolsó Reboot Hungary-éhez. Április 11-e óta megyünk, haladtunk minden csütörtökön, 15 órakor találkoztunk. Szeretném megköszönni annak a 2983 főnek, résztvevőnek, akik eljöttek hozzánk a héten, az elmúlt időszakban, és velünk együtt szakmáztunk, beszélgettünk, vitatkoztunk. Szeretném megköszönni az előadóknak, annak a 136 előadónak, aki a tudását, energiáját, idejét nem sajnálva segítette azt, hogy a Reboot Hungary szakmai berken belül maradjon, szakmai beszélgetések alakulhassanak ki. És szeretném megköszönni a támogatóimnak, a fő támogatóimnak, mert ugyanez egy közszolgálati tevékenység is ingyen van, de kiadásaink nekünk is vannak, voltak és lesznek. És ha ők nincsenek, akkor bizony nem élhettük volna meg ezt a 30 darab előadást. Tehát köszönöm a fő támogatónknak, a Vodafone-nak, kiemelt támogatónknak, a Newland Médiának és az Et Médiának, és szeretném megköszönni a Sivafosznak, aki a műszaki és IT biztonságot biztosította számunkra. És akkor a mai adásunk. Ugye ez a bizonyos third party cookie, amit várhatóan 2022-ben eltörölnek. A Firefox és a Safari után most már a legnagyobb böngészőből is a Google kivezeti, tehát a Chrome-ból is kivezeti. A mai nappal azt szeretnénk megvizsgálni, hogy vajon mit fog okozni ez a hazai piacon. Szerintem minden hazai szereplőt érint. Érinti a kiadókat, érinti a hirdetőket, érinti az ügyfeleket, mindenkit. Az Egyesült Királyságban végzett felmérés szerint az adtech cégek és a kiadók 89%-át negatívan fogja érinteni a Google-nak a cookie kitörlése, vagy megszüntetése. Azt gondolom, hogy ezt kivédeni csak versennyel, versennyel és versennyel lehet. Az elmúlt napokban nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem. Nagyon sokszor hallottam, hát ezt majd megoldja a Google, meg még ráírunk. Lesz olyan, akinek pontosabb ezt a problémát megoldania. Én meg azt gondolom, hogy mindenkinek saját magának kell megoldania. Félrejét és ne essék, én nem szeretnék a Google-ba ma belerúgni. Miért is rúgnék bele? Olcsó. Sőt, ingyenes. Olcsó kezelni. Transzparens. Még én is tudom kezelni. Én is tudtam például a hétvégén hirdetés föladni. Tehát, baromi jó, ebben kell szembe menni. Azt szeretném, hogy mi magunk oldjuk meg a mai az elkövetkezendő időszak feladatait. Ma 6 előadónk lesz, vitaindítónak Sólyom Balázs barátomat kértem föl, utána 5 képviselő az ügynökség részéről Bég Niki, az adatbázis építők részéről Szutor Ferenc, a kiadók részéről Bognár Bálint fog szerepelni, vagy előadni, és végül, illetve hát velem beszélgetni, illetve 2 hirdető képviselőt is meghívtam, a Cserix-től Kis Pétert, és a Berion-tól, meg általános szakértőként is az én barátomat, Nagy Barnabást. Hát akkor, itt vagy Balázs? Itt vagy, látlak? Itt vagyok. Kérlek, tartsd meg a vitaindító előadásodat. Köszönöm, üdvözölnék mindenkit. Igazából a téma nem teljesen új keletű, mert ahogy Ákos is említette, 2019-ben már napvilágot látott egy-két szabályozás, mint pedig a Safari és a Firefox kezdte el a third party cookie-kat büntetni. És ennek már a hatásai is megjelentek, illetve a 2020-as évet rúgta be a Google azzal a hírrel valóban, hogy még 2 évig hagyja működni a third party sütit, és utána nyugdíjazni fogja. Engem speciál nagyon meglepett, hogy azért nem volt túl nagy ováció, az mondjuk érthető, de nagyon nagy hiszt is merült fel ennek a bejelentésnek kapcsán, hogy ott nagyon-nagyon sok mindent érint szerintem ez a történet, vagy érinthet. Azt még, hogy ez milyen előjellel lesz, nyilván nem tudja megmondani senki, viszont a teljesség igénye nélkül azért felsorolnék egy-két olyan ma ismert területet, ami biztos, hogy változni fog 2022-ben a hírnek köszönhetően. Az egyik ilyen többek között, és talán ami a leginkább fájó pont lesz, az a ma ismert és használt remarketing teljes mértékben meg fog változni.
a konverziómérés biztos, hogy át fog alakulni. A view-through konverziók például a third party sütik eltörlése miatt jó eséllyel el fog tűnni, és ennek köszönhetően például az attribúciós modellezésnek is búcsút lehet inteni. Tehát aki már használt ilyet, annak le kell róla mondani, aki pedig kacérkodott a gondolattal, ő neki más után kell néznie. Emellett mondjuk van egy jó hír is, hogy a Facebook például sokkal kevesebb adatot fog rólunk tudni, mert jó eséllyel szerintem kevesen tudják azt, hogy ha be vagyunk jelentkezve, hogy be voltunk jelentkezve a használt böngészőben a Facebookra, és böngészgetünk a weboldalakon, akkor a Facebookhoz bizony mennek át azok az adatok, ahol hogy mi milyen oldalakat látogattunk meg, ott milyen tevékenységet folytattunk, ha ezen az oldalon kim van egy like-on. Úgyhogy többek között sokak szerint ennek is köszönhető az egész lépés, hogy minél kevesebb adat juthasson külső partnerekhez ezek után. És hogy mit is érint, tehát mit is jelent az a piacon. A Firefox eltűnése egy hazai kiadónál például 15%-os bevétel kiesést okozott, amikor a Firefox bejelentette és meg is lépte, hogy eltűnik a third party cookie. Azaz instant eltűntek az olyan hirdetők az ő portfóliójából, mint a Criteo vagy az RTB House például, akik klasszikus retargeterekként funkcionáltak. És ez csak a Firefox böngésző, és mindössze azért 15%, mert amúgy Magyarországon alacsony a Firefox használata. Ez más országokban lehetett 20-30% is akár. De amúgy a Google is végzett egy felmérést, rá lehet keresni, ez 2019. augusztusában jelent meg, hogyha ma eltűnne a third party cookie technológia, akkor a média oldali cégek 52%-os revenue-veszteséget könyvelhetnének el. Nyilván ez egy túlzó történet, mert feltehetőleg a hirdetők nem azonnal elzárnák a pénzcsapot, de akkor is valahova, tehát átterelnék valahova a pénzt, de ez akkor is egy horribilisan nagy összeg, ami jó eséllyel, aminek búcsút lehet inteni. Annak, hogy ez miért nem okozott amúgy nagyobb bajt, szerintem két nagyobb okozója van. Az egyiket Ákos már érintette, és ezt szerintem a GDPR-nél mindannyian éreztük a bőrünkön, hogy kicsit próbáltuk elodázni, hogy majd ráérünk arra, még majd megcsinálja helyettünk más. Nem lesz ez annyira fájó, lehet, hogy eltörlik, tehát volt egy csomó ilyen fennforgás. A másik pedig, hogy az elmúlt évek konferenciáján a third party adat nagyon sűrűn került elő, mint téma és topik, és szerintem nagyon sokan a third party sütit a third party adattal keverik, holott a kettő egy teljesen más történet. Úgyhogy ennek szerintem nagyon fontos utána nézni, hogy végül is mit is jelent, mert a third party süti nagyjából egy 20 éve ismert technológia, a weboldalak nagyon régóta használják, és ide teszed, tehát hogy tennék rá egy jelentős összeget, hogy a jelenlévők közül minimum 90, de inkább 100% közeli annak az értéke, akik használnak third party sütit, ugyanis ha már egy egyszerű remarketinget futtat valaki a weboldalán, akkor onnantól kezdve minden egyes olyan hirdetés, amit ő meg tud jeleníteni personalizáltan egy külső website-on, az ennek a third party technológiának köszönhető, és ennek lehet szép lassan búcsút inteni. És úgy gondolom, hogy mindenkinek lesz ezzel dolga, mert az új technológiát mindenkinek be kell vezetni, ki kell tapasztalni, implementálni kell, megtanulni, megérteni, ezek alapján átrendezni az egész struktúrát, stratégiát, úgyhogy ezt senki nem fogja megúszni, hogy ezzel feladata legyen, és egy kicsit tartok a hógolyó effektől, mert jó eséllyel a hirdetői szektort ez érinteni fogja bevétel szinten, és ők nagyon hamar elkezdenek onnantól majd ezen problémázni, ami miatt hatalmas telítettség lesz az ügynökségi oldalon, és még nagyobb nyomás a média oldalon, hogy erre valamilyen megoldást találjon. Ennyit gondoltam volna, hogy összefoglalni első körben, visszaadom a szót, Ákos, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, meg azt is köszönöm, hogy tartottad az időt. Engem nagyon-nagyon izgat az, hogy vajon, tényleg most több kiadó emberrel beszéltem, és valahogy náluk látom azt, hogy nincs az a frász, ami nálam van például. Nem tudom, hogy miért, és én abban reménykedek, hogy ma megtudom azt, hogy mi történt, hogy miért van az, hogy a kiadók ennyire nem idegesek emiatt, és abszolút benne van az, hogy én vagyok a hibás ebben, mert én lököm túl. Nyilván, hogy Bognár Bálintól, aki itt van a Central Media csoporttól, is meg fogom kérdezni, de előbb az Addict Interactive Végniki van itt, aki az ügynökségeket képviseli, és hát ugye alapvetően arról beszélünk, hogy hogyan lehet majd az ügyfeleket felkészíteni, tehát a hirdetőkkel. Itt vagy, Niki? Mivel fog szembesülni az a hirdető médium, aki, írjuk így, akkor szembesül az eltörlés problématikájával, amikor megtörténik?
az eltörlés? Hát, hogyha azt veszük alapul, hogy mondjuk ez így egyik pillanatról a másikra megtörténik, tehát hogyha például most ebben a pillanatban eltűnne a szőrparti kuki, akkor hát alapvetően azért nagy problémával állnánk szemben. Ezt valamennyire Balázs is azért szépen érintette, de így összefoglalóan, amit el lehet ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyrészt a targetálást azt nagy mértékben befolyásolja, hiszen a third party cookie segítségével tudunk úgymond user alapon célozni, ami érinti a remarketinget, tehát amit a legtöbb hirdető is használ, az third party cookie alapú remarketing, és én úgy gondolom, hogy az online jelenlét hatékonyságát ezt jelentősen befolyásolja, hogyha ez így egyik pillanatra a másikra eltűnik, és nem tudjuk visszaszólítani a releváns felhasználókat. Illetve a third party cookie-knak köszönhetően tudunk érdeklődés alapon is célozni, hiszen ezekben ez a cookie tárolja az ezzel kapcsolatos információkat a felhasználókról, tehát alapvetően targetálásban is problémát jelentene, hogyha most egy egyik napról a másikra eltűnne. Illetve mérhetőségben, amit már Balázs is így elkezdett említeni, hogy akár ez a konverzió mérés, az attribúció, vagy akár az, hogyha az egyedi felhasználónak a mérése, mert az is a third party cookie-hoz köthető, hogy mi egy hirdetés, nem tudom, hogy hány szorláson egy felhasználó, és hogy az adott hirdetéssel hány egyedi felhasználót tudjunk elérni. Tehát ez egyrészt ugye érinti a targetálást is, ugye a mérési oldalt is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan változás, ami abszolút egy új mérföldkövet jelenthet itt az online marketing világában, és ezzel abszolút foglalkozni kell, és erre időben fel kell készülni, hiszen nagy mértékben befolyásolja a jelenlétünket és az adatalapú marketinget. Szerinted egy bannert, vagy egy felhívást egy ügyfélnek hányszor kell látnia? Tehát ez a frequency. Hát ez ilyen attól függ kategória, ez nyilván a kampány céljától is függ, mert egészen másként kell erre gondolni, amikor egy branding típusú kampányaktivitást folytatunk, hiszen akkor az is a kampánynak a célja, hogy minél többször találkozzon velünk a felhasználó, viszont azért egy performance-abb működésnél ott már nyilván egy alacsonyabb frequency-vel érdemes dolgozni. Ügyes politikus választottál, köszönöm szépen. Ha 2022-től eltörnik a first party-t, és a first party lesz az új first party, van már saját first party adatbázisotok? Mi leginkább a hirdetőket biztatjuk erre, hogy kezdjenek el építeni, úgyhogy mi időben elkezdtünk így erre amúgy felkészülni, és az ügyfeleinket erre felkészíteni, és így az első gondolatunk az abszolút ez volt, hogy egy first party adatstratégiára átállítani a hirdetőinket, és ez amiatt is fontos, mert nyilván egy first party adatbázisnak a felépítése az nem egy-két napos munka, hanem ez több hónapos, és ugye évek is kellene hozzá, úgyhogy ennek abszolút időben neki kell állni. Úgyhogy nekünk így ez volt így a legelső lépésünk, hogy first party irányba kezdtünk el gondolkodni. Hogy first party, hogy a adatbázis építés a hirdetőket buzdítjátok, hogy ez egyébként egy remek üzleti lehetőség lesz, és én biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő időben több olyan adatbázis építő cég fog épülni, amelyik mondjuk átáll a nem non-cookie-ról a bármire, API vagy bármilyen, majd erről még beszélgetünk, és elkezdik építeni, én csak azért bátorkodom mondani, hogy ki ne engedjük a kezünkből ezt a remek lehetőséget, hiszen ha jó Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy másikat. Merre látod a Google-tól független fejlesztési irányokat egyébként? Amúgy a third party cookie eltörlésétől függetlenül abszolút így ebbe az irányba kezdtünk el mi is mozgolódni, hiszen én úgy gondolom, hogy a third party cookie valahol korlátokat is állítottak velünk szemben azáltal, hogy igazából arra kényszerített minket, hogy online optimalizáljunk, online eredmények alapján, viszont én úgy gondolom, hogy a legnagyobb innováció, a fejlődési lehetőség abban van, hogy elkezdünk már új channel szinten gondolkodni. És ugye ehhez nagyon jól összeillik a first party adatgyűjtés és a first party adatalapú marketing stratégia, amikor már az online térben nem csak online adatok alapján, hanem offline eredmények alapján is tudunk optimalizálni. Hogyan készítitek fel az ügyfeleiteket? Hát egyrészt ez a first party adatgyűjtéssel, illetve egy kicsit így
Pont amiatt, hogy kicsit így a saját adataink felé forduljunk. A másik irány, amivel így elkezdtünk nagyon dolgozni, ez a saját oldalunkon belüli optimalizáció, a personalizált weboldal felépítése. Pont azért is, mert hogyha már a saját adatainkra kezdünk el fókuszálni, akkor már a saját adatokon alapuló optimalizált weboldalt is építsünk föl. Tehát én ebben is látok egy kis innovációt ebben a third party cookie eltörlésében, hogy kicsit a saját adataink kerülnek előtérbe, és az alapján kezdünk el optimalizálni, és nem az alapján, ami ott a third party cookie-ban van, és az alapján látunk eredményeket itt-ott. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit fel is hívja arra a figyelmet, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat annyira, és egy remarketinget ne csak third party cookie alapján tudjunk felépíteni és visszatérozni felhasználókat, és ne más hirdetést kiszolgáló rendszereket támogassunk adatokkal, hanem tényleg birtokoljuk mi az adatunkat, mi abból elemezzünk, és mi mondjuk meg, hogy kiket akarunk megszólítani, és ne bízzuk rá magunkat a hirdetési rendszerekre. Tehát én alapvetően egy ilyen irányú, tehát azáltal, hogy kicsit ez a third party cookie eltörlésebe belekényszerít minket, én valahol én ennek örülök, megmondom őszintén. Hogy egy kicsit így a megszokott, mindenki által használt megoldásoktól egy kicsit el kell rugaszkodni, és egy új innovatív megoldások felé kell tekintenünk, és ez mindenkinek a feladat, hogy ezzel foglalkozunk, és én úgy gondolom, hogy ezt jól is mondtad amúgy az elején, hogy ez mindenkit érintő helyzet, és én személy szerint is úgy gondolom, hogy nem szabad magunkat hagyni, hogy kiszolgáltatottak legyünk, és ne várjuk meg, hogy majd a Google erre majd mit lép. Nem biztos, hogy az lesz nekünk a legjobb. No, hát köszönöm szépen, Niki, maradj velünk. Hogyan készültök, építitek az adatbázisatokat? Ugye, azért ti vagytok a nagy adatkirályok. Mi lesz most veletek? Köszönöm szépen a kérdést, és egyben elnézést kérek Bálintól, hogy beelőztem. Itt a Niki mondandójára egy picit visszatérnék, illetve általában úgy beszélünk erről a dologról, hogy eltörlik a third party cookie-kat. Ez van benne a köznyelvben. Hogy az majd így jön egy ilyen nagy hatóság, aki majd kinyomtat sok papírt, teszel nagy pecséteket, és akkor el lesz törölve a third party cookie. Hát nem ez van. Az van, hogy van egy cég, akit úgy hívnak, hogy Google, ennek van egy böngésző programja, amit úgy hívnak, hogy Google Chrome. Ez a legeltalánosabban, leginkább elterjedt böngésző a mai világban, és ez a cég úgy döntött, hogy ebből a böngésző programból kivezeti a third party cookie használatát, megszünteti ennek a támogatását. És hogyha erre így tekintünk, akkor egy picit azért más megvilágításba kerül ez a történet, hiszen egész más, hogyha egy szervezet, egy törvényalkotó, egy szabályzati vagy ajánlásokat megfogalmazó szervezet kiad egy ilyet, meg egész más, hogyha egy profitorientált cég egy saját termékét, ami egyébként piacvezető, szinte monopól helyzetben van, ott egy ilyen döntést bevezet. Bár az elején elmondhatod, hogy te nem akarod bántani a Google-t, én se akarom bántani a Google-t. Szó nincs erről, csak fontos, hogy ebben a megvilágításban tekintsünk erre a kérdésre, szerintem. Hogy készülünk erre mi? Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egyébként az Advertikum tracking kódjaira támaszkodik a datami adatgyűjtése, és egyébként ezek elsősorban first party cookie alapján működnek. Tehát technológiailag ez ebben a formában nekünk nem fog problémát okozni. Persze, természetesen ez nem ilyen egyszerű, hiszen ettől még jogilag meg kell annak felelni, hogy a felhasználók azok lehetőséget adjanak ezeknek az adatoknak a használatára, illetve a jelenleg alkalmazott programatik rendszerek, ahol nagyon sok esetben aktiválásra kerülnek ezek az adatok, azok egyébként valóban first party adatok alapján működnek. Tehát itt szükség lesz olyan technológiai módosítások bevezetésére is, amire ezek a programatik cégek készülnek, és jellemzően a first party cookie-k
előretöréssel, hogy te is mondtad, a first party, az új third party lesz ebben mérvadó, egyre több rendszernek lesz saját kódja az egyes cél oldalakon, melyek képesek first party cookie-t letenni, és ilyen szempontból tisztulni fog ez a piac, hiszen eddig third party cookie gyakorlatilag bárki betehetett, aki egy negyedik rendszeren keresztül be volt fűzve egy beépítési kódba, és az valahol megjelent az oldalon, az letehette a maga kis third party cookie-ját. First party cookie csak azt tehet le, akinek effektíve az oldal forrásában be van építve a scriptje, és azt az oldal meghívja, és így kerül le a first party cookie, úgyhogy ez mindenképpen tisztulni fog. Illetve ami még fontos, hogy a Vault Gardennek a tartalomszolgáltatói adatbázis építés az egyre nagyobb szerephez jut, és ezt egyébként érezzük mi is mindét, ami, hogy egyre több tartalomszolgáltató keres minket meg azzal, hogy saját adatbázis szeretnének építeni, tehát nem az a modell, hogy mi gyűjtsük az adatokat, agregáljuk, és értékesítsünk egy nagy third party adatbázist, hanem sokkal inkább az, hogy szeretne magának minden tartalomszolgáltató saját adatvezérelt hirdetési megoldásokat alkalmazni, kiépíteni, amik first party adatok alapján működnek, hiszen a hirdetők leginkább majd így fognak tudni adatalapon megfelelő hatásfokkal hirdetni, hogyha, ahogy Balázs is említette, a jelenleg egyébként hatékonyan működő és a piac egy jelentős szeletét kitevő retargeting típusú szolgáltatók ellehetetlenülnek a jelenlegi formában. Nem igazán értem, hogy miért annyira fontos, miért volt annyira fontos, de majd elmagyarázod vagy most is elmondhatod, hogy miért volt annyira fontos az, hogy én eltörlik szót használom, te meg a kivezetiket. Én sosem mondtam azt, hogy nem vitatkozom, érteni szeretném. Senki nem gondolta azt, hogy ez jogilag teszik ezt a dolgot. Egy versenypiaci szereplő úgy döntött, hogy az egyik termékéből valamit kivezet, mert valami más fog bevezetni. Tényként kezeltem. Az, hogy ezt most kivezeti vagy eltörli, nem látom a különbséget. De még mielőtt válaszolsz, van a kérdésemnek egy másik része. Azért a Google-nak hiába adott ingyen, azért mindenki a figyelmével fizetett, még sötőt ezen lehet még polemizálni. Van-e felelőssége ilyenkor ebben, hogy kivezeti vagy nem vezeti, mit ad az embereknek, mit nem? Hisz rászoktatjuk minket. Tiéd a szó, Feri. Nem vedd magadra, nem a te szóhasználatodat, hanem úgy általában mondtam, hogy nekem az a tapasztalatom, és még az is lehet, hogy ez némileg téves, de nekem az a tapasztalatom, hogy úgy tekintünk úgy általában a szakma, vagy az emberek, akik olvassák ezeket a típusú híreket, azoknak ez úgy képeződik le az agyában, hogy eltörlik a third party cookie-kat. Közben ez történik, mert végül is nem törli el őket senki, vagy ha úgy tetszik, valóban már a Safari, meg már a Firefox már eltörölte őket 2 évvel ezelőtt, tehát tulajdonképpen ez egy folyamat, de szerintem ezt túlbeszéltük. Hogy mekkora felelőssége van ebben a Google-nek? Hát ez, vagy hogy van-e egyáltalán felelőssége? Ez egy nagyon jó kérdés, és így megmondom őszintén, hogy ilyen mélyen nem szeretnék belenyúlni ebbe a darásfészekbe, hiszen ezt elég sokféleképpen lehet értelmezni. A Google terminológiája az, hogy ők ezt a piacot megtisztítják ezzel, átláthatóbbá teszik, védik a felhasználók adatait, könnyítik a tartalomhoz való hozzájutást, a tartalomszolgáltatók számára biztosítják azt, hogy a weboldalukon böngésző felhasználók adatai azok ne kerülhessenek ki további szereplőkhöz. Itt megint visszautalnék, hogy a Balázs Facebook like gombos történetére például. Tehát ugye a Google ezt kommunikálja, és az, hogy egyébként úgy egyéb ként a legnagyobb Vault Gardenje az a Google-nek van, by the way, az sokszor nem kerül erő ilyenkor. Az első indok az, hogy védjük az ügyfelet. Na de, én bárhova bemegyek, mobilon, az a legjobb, akkor mobilon 3 ablak van egymás fölött, és legalul van az, hogy akkor mehetek tovább, ha elfogadom a cookie-t. Na ez az agyrémem, akkor szoktam lefejelni a diófa asztalt. De hát azért mindegy, most a kérdés lényege az, hogy azért mégiscsak engedélyt kérnek mindig a kukizásra, és engedi az ügyfélet, akkor mit akarok rajta védeni? Hát felnőtt emberek vagyunk. Igen, ezt nagyon jól látod, hogy van egy ilyen visszásága ennek a piacnak. Megszületett a GDPR. A GDPR elég jól,
Hát, jó, aztán jól, az erős, mert tudjuk, hogy a mai napig megoszlik a szakma és a törvényhozás véleménye, hogy mi felel meg, és mi nem a GDPR-nak. De minden esetre szabályozza ezeket a kérdéseket, és éppen ezért terjedtek el nagyon helyesen ezek a consent management platformok, amiket most már egyre több oldalon lehet látni, ahol a felhasználók rendelkezhetnek arról, hogy egyébként milyen rendszerek, milyen kukikat tehetnek le a számítógépre. Az elmúlt időszakban végeztünk egyébként ezzel kapcsolatos méréseket, és elég, hát szóval kicsit elszomorító számokat láttunk, mert azt látjuk, hogy jelenleg a magyarországi internetes forgalomnak körülbelül a 40%-ában van bármilyen konszent, tehát a hirdetések, legalábbis az advertikumból kiszolgált hirdetések, amik azért talán reprezentatívak a hazai tartalomszolgáltató oldalon, ezeknek csupán a 40%-ában van bármilyen consent, holott ez egyébként kötelező lenne, tehát ez jelenleg büntethető, hogyha a felhasználóktól nem kérnek consentet a tartalomszolgáltatók. És egyébként azok, akik az a 40%, akik valamilyen konszentet adnak, azon belül 70% az, aki pozitív konszentet ad, tehát rákattint, és rákattint, hogy elfogadja, és 30% ezen belül arra kattint, hogy egyébként nem fogad hirdetés típusú kukikat, nem ad konszentet arra, hogy hirdetés céljára felhasználható legyenek az ő adataik. Tehát ez egyrészt azt kell mondjam, hogy tök jól működik ilyen szempontból, másrészt egy picit a hazai piac le van maradva, harmadrészt pedig valóban ennek az egésznek nem sok értelme van, mert nem lesz úgyse third party cookie, és akkor ilyen szempontból eleve csak azokat a first party cookie-kat lehet majd lerakni, amiket a weboldal letesz a böngészőre, és hogy ennek ilyen szempontból mi értelme van, az még utánam sokan fognak beszélni, és biztos vagyok benne, hogy ők is majd hozzászólnak ehhez a részhez. Bognár Bálint itt vagy, igen, látlak, Central Media csoporttól. Féltek? Hogyan fogadtátok a hírt? Szerintem Niki fogalmazta meg legjobban, köszöntök én is mindenkit, hogy úgy fogadtuk inkább, hogy hurrá. Tehát Niki mondta azt, hogy ne adjuk magunkat kiszolgáltatva, vagy ne adjuk azt, hogy kihasználjanak bennünket. Ugye a mi oldalunkon van az, ahol igazából a felelősség adott. Tehát mi vagyunk ugye a tartalmi oldal, én a Central Media képviseletében beszélek. Tehát amikor beesik hozzánk egy partner, egy vendor, bárki, hogy szeretne a mi felhasználóinkról bármit megtudni, akkor ugye az elsődleges felelősség az nálunk van. Tehát amiről Feri beszélt, ezek a CMP rendszerek, ez ugye nálunk találkozol, hogyha az oldalainkra kerülsz, ami azt jelenti, hogy mi megkérünk téged arra, hogy ahhoz, hogy használd az oldalinkat, fogadd el azt az opciót, hogy egyszerre akár több tucat vagy több száz partner használja te böngészési adataidat. Ugye ez egy nagyon nem egy komfortos dolog számunkra, ugye nyilvánvaló minden jogi feltételnek így megfelelünk, de ahhoz, hogy itt teljes biztonságban éreznénk magunkat, az kéne, hogy ezekkel a partnerekkel mi mind megállapodjunk, hogy igazából ti mit is csináltok azokkal az adatokkal, amik a mi oldalainkon keletkeznek. Tehát nyilvánvaló nincsen lehetőségünk, mert főleg a nagy külföldi partnerek nem nagyon fognak arra reagálni, hogy mi megkeressük őket. Tehát hogyha ez az opció ki fog esni, akkor őszintén szóval mi nagyon nem leszünk szomorúak. Beszélt a Balázs a felvezetőjében arról, hogy amikor a Firefox meglépte ezt az ügyet, akkor mekkora komoly veszteségeket okozott. Igen, ezt mi is láttuk, ugye a Firefox kicsi, és retargetingből eltűntek hirdetők, eltűntek pénzek, de ezek a pénzek azért nagyon gyorsan át tudtak más forrásba, vagy más irányba alakulni. Ugye ami kiadó abban van jó helyzetben, hogy a kiadónak vannak adatai. Ugye mi alapvetően két dologra vagyunk büszkék, két dologból élünk, a márkáinkból, mi esetünkben a 24-ből, az NLC-ből, Startlabból, stb., és a felhasználóinkból. És abból a rengeteg adatból, amit a felhasználók a mi oldalainkon generálnak. Ugye ezt nevezzük elsődleges adatoknak. Tehát, és úgy látjuk, hogy ezzel a változtatással eljön az az idő, hogy mi igazából mondjuk azt, hogy a családi ékszert szembe azzal, ami ideig volt gyakorlat, hogy egy kicsit így elkótyavetjeljük, egy kicsit jobban tudjuk értékesíteni. Azt nem mondom, hogy erre megvan most a megoldásunk, tehát, hogy most tudjuk a tutit, hogy 2022-ben mennyire jó lesz nekünk, de igazából vagyunk egy olyan helyzetben, amikor innovációra vagyunk ítélve. Ezekkel a szereplőkkel együtt, akik itt ülnek velünk, vagy hallgatnak minket. Tehát ez egy tök érdekes világ, ami most fog következni, és azt gondolom, hogy egy
ha beszéltünk róla, a Google van a legjobb helyzetben, ezt azért mindannyian konszenzussal el tudjuk fogadni, de azt gondolom, hogy egy kiadó is elég jó helyzetbe tud kerülni, főleg, hogyha akkora kiadó, mint a miénk. Tehát, hogy van sok terméke, van sok felhasználója, és mondjuk van arra kapacitása, hogy foglalkozzon ezzel az egész adatos történettel, mert azért azt valljuk be, hogy ez egy nem egy olcsó és nem egy egyszerű mulatság, se emberi erőforrásban, se technológiailag. Ugye mi ezzel elkezdtünk már évekkel ezelőtt foglalkozni, ugye éppen ez adta azt a lehetőséget, amikor a Firefox-os kivezetés megtörtént, hogy ne szenvedjünk el nagyobb visszaesést. A jövőben mindenképpen az lesz a cél, hogy a továbbiakban menjünk ezen az úton tovább. Az én édesapám is egy nyugosztalja orvos volt, mindig azt mondta, hogy a beteg optimizmusa a gyógyulás 60%-át ígéri. Ezennel ezt a mondást neked ajándékozom. Mert és hogy ez segített neki? Milyen termék? Van már olyan termék, amiről beszélhet? Hogy hoztok létre új terméket? Amiről beszélhetsz már? Hát a terméknek hívjuk alapvetően, ami előre mutat, az egy technológia, az egy SSO, ami igazából azt jelenti, hogy a felhasználóink bármelyik oldalon ugyanolyan logikájú belépéssel találkoznak, és tehát ha belépnek bármelyik oldalunkra, legyen ez a NoSalty vagy a 24.hu, ugyanúgy egységesen fogjuk az ő adataikat kezelni. Tehát a portfólióban, amit a felhasználóink csinálnak, azt mi látjuk, fel vagyunk jogosítva, hogy használjuk ezeket az adatokat, és el tudjuk dönteni, hogy milyen formában fogjuk csinálni. Ha figyeled a fejlesztéseinket, leginkább arra irányulnak a jövőben, hogy olyan hozzáadott értéket hozzunk létre, ami a felhasználókat arra készteti, hogy regisztráljon, valamilyen formában adatot adjon meg magáról, és ezt mi nyilvánvalóan gyűjtsük, és próbáljuk majd valamilyen formában kamatoztatni, mind a tartalomfejlesztésre vonatkozóan, mind a jövőben az értékesítésre. Hát figyelem, ezért kérdeztem, mert főleg a regisztráció érdekelt a legjobban. Ezek szerint a first party adatbázisotok már most majdnem, hogy készen van? Kész tud ez lenni valaha. Tehát rengeteg adatunk van, elképzelhetetlen. Sok ugye naponta mondjuk van 2 millió felhasználó, aki eljön az oldalunkra, és nem tudom mennyi időt töltenek el, és hány millió oldalt néznek meg. Tehát ezeket mi mind gyűjtjük. Itt a kérdés az lesz, hogy mit csinálunk ezzel a rengeteg adattal. Tehát azt gondolom, ennek a munkának sose lesz vége. Ezzel folyamatosan kell menni, és ugye figyelnünk kell azt, hogy a technológia hogyan fog változni. El tudod képzelni, hogy a ti adatotokat összekapcsoljátok, mondjuk egy utazási irodát összekapcsoltok egy autószéggel, vagy egy keravil céggel, már most minden egy műszaki céggel, mert rájöttök, hogy az egyik ezt szereti nézni, a másik azt szereti nézni, és akkor elkezditek mergelni és összekapcsolni, és ebből üzletet csinálni? Remélem érthető volt a kérdés. Érthető volt, a technológiai oldalán gondolkozom, de üzleti oldalról nézzük, tegyük félre a technológiát. Igen, mindenképpen. Tehát nekünk például a portfólióhoz mindenképpen hozzá tud adni, hogyha olyan partnerrel dolgozunk együtt, akinek más jellegű felhasználói vannak, vagy más célra mennek oda a felhasználók, mert az adatvagyon, ami nálunk képződik, ez mindenképpen fel fog értékelődni. Na jó, csak hát mondjuk lehet, de akkor Evelyn át is kötnék. Köszönöm szépen, Bálint, itt közben jelezték a kollégák, hogy egy picit kezdjem el pörgetni, mert nagyon belekérdezek a dolgokba, úgyhogy Bálint, maradj velünk, gyűjtögesd a kérdéseidet tisztelettel, kérlek, Kis Péter a Cserix-től itt vagy, ugye? Igen, látlak. Szia! Sziasztok. A kérdés már egy kicsit rólad is szólt, nyilvánvalóan, majd rátérünk. Mi lesz a személyre szabott kérdésekkel? Szerintem alapvetően azok a megoldások, amiket jelenleg a third party cookie technológia lehetőséget ad, az nem fog eltűnni. Tehát a retargeting, a személyre szabott hirdetések, ezek ugyanúgy megmaradnak. Ahogy a Balázs is említette, az emögött lévő technológia fog szerintem megváltozni. És hogy mi lesz ez a technológia, erről azért a Google már elkezdett információkat csepegtetni erről a privacy sandboxról, illetve hogy hogyan képzeli el ezeket a különböző azonosításokat. Úgyhogy én hirdető oldalon nem várok hirtelen forradalmi változásokat. Annyi, hogy figyelemmel kell lenni, és fel kell készíteni az oldalunkat arra, hogyha valami megváltozik, akkor azt le tudjuk követni, és tényleg nem maradjunk majd adatok, meg különböző lehetőségek, megoldások nélkül, de szerintem még van 2 évünk arra, hogy ezt nézzük, és folyamatosan adatokat kérjünk be, illetve forduljunk majd az ügynökségek felé, akik majd
ellátnak minket napra kész információval, vagy hogyan kell felkészülnünk erre egyrészt? Hát, a két évre csak annyit reagálnék, hogy azért nehogy az legyen, amit valamelyik nap a posztomnak adtam, hogy amikor majd Atópálul Mohácsra készül. Hát azért az a két év, az szerintem másfél év. Szerintem most kell elkezdeni ahhoz, hogy ki tudjuk kerülni a Google-nak ezt a fajta problémáját. Mi lesz a cross-divide eszközökkel? Én alapvetően ezzel az egész témával kapcsolatban három megjegyzésem vagy tanácsom lenne a hirdetőknek, online értékesítőknek, meg úgy általában mindenkinek, akinek weboldala van. És az egyik pont, amit kérdeztél, ez a cross-device tracking, hogy szerintem az nagyon előtérbe fog kerülni, és a Bálint is említette, hogy a felhasználókat mindenképpen azonosítjuk, tehát egy felhasználó, aki a weboldalunkon jár, az ne csak úgy általában egy felhasználó legyen, hanem egy pontosan azonosított felhasználó legyen, hogy ez mivel azonosítjuk, hogy ez egy device ID, vagy e-mail cím, vagy telefonszám, vagy milyen módon azonosítjuk, az többféle lehet, akár iparáktól is függhet, hogy ki melyiket preferálja, de hogy mindenképpen ez irányba mozduljanak el a weboldal tulajdonosok, az szerintem nagyon fontos. Hármat mondtál. Igen, igen. Ez egyelőre egy, bocsánat. A másik az, hogy mindenkinek legyen adatstratégiája, és induljon el az a gondolkodásmód, hogy nem csak a közvetlen online értékesítés, illetve konverziók legyenek a fő céljaink, hogy azt próbáljuk elérni, vagy elértetni a felhasználókkal, hanem hogyha valaki jár a weboldalunkon, akkor minél több információt próbáljunk róla megtudni, és ne essünk attól kétségbe, hogy nem vásárolt valaki rögtön a weboldalunkon, hanem kérdezzük meg, hogy elégedett a tartalommal, egyáltalán megtalálta azt az információt, amiért a weboldalunkra jött. Próbáljunk vele valamilyen interakcióba keveredni. Rengeteg pop-up, meg egyéb chat megoldás van például a piacon, amiket lehet használni. És hogyha szerezzünk visszajelzéseket, hogyha pozitív a visszajelzés, akkor próbáljunk meg e-mail címet kérni tőle, vagy bármilyen egyedi azonosítót, illetve hogyha egy értékesítési folyamatnak nagyjából a közepén jár már, akkor akár egy chat funkcióval, vagy valahogyan próbáljuk meg még tovább lökni, de ne csak az legyen a cél, hogy valaki vásároljon, és úgy ne hagyjunk elmenni embert a weboldalunkról, hogy nem próbáltunk meg róla bármilyen plusz információt megtudni, amit jelenleg nem tudunk, vagy nem is gondolunk tulajdonképpen. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos lesz, és ez szerintem inkább gondolkodásmód, mert mindenkinek, akinek van weboldala, valamilyen adatok gyűlnek. Csak az a kérdés, hogy tudják-e egyáltalán, hogy mik gyűlnek, miket gyűjtenek, illetve hogy ezekkel van-e bármilyen jövőbeli céljuk a weboldal tulajdonosoknak. Tehát magyarán mondva, ne engedjük el a weblapról még egy pontot, nem adtunk az ügyfelünknek, legalább egy loyalty pontot adjunk nekik, igen, valamilyen utomódon menjen oda bele. De lesz egy harmadik, ami nekem az utolsó kérdésem volt a Bognár Bálinttól is, ez amikor különböző piaci szegmensek fogjanak össze, hát most én nem véletlenül mondom azt, mert ti egy biztosító társaság vagytok, hogy a különböző piaci szegmensek, és akkor szerintem te már tudod, hogy én mire gondolok, mint harmadik lehetőség. Abszolút, én azt nagyon várom, hogy olyan együttműködések alakuljanak ki a különböző piaci szereplők között, például egy biztosító vagy egy webáruház között, amikor egy webáruház megosztja annak a felhasználónak az adatát valamilyen úton, módon, aki például egy nagyértékű háztartási gépet vagy szórakoztató elektronikai eszközt vett, hogy utána meg tudjuk keresni azzal, hogy vagy kössön biztosítást erre a ingóságára, vagy pedig, hogyha növelte az ingatlanának az értékét, akkor gondoljon arra, hogy megnézi a jelenlegi biztosítását, és módosítja mondjuk az értékét, amire be van biztosítva. Egyrészt, másfelől, hogy legyen kölcsönösség is, és szerintem mindig lehet kölcsönösség, az viszont nagyon fontos információ, ami akár a biztosítóknál van, hogyha valaki utasbiztosítást köt, vagy útlemondás biztosítást köt, akkor arról tudjuk az életkorát, a nemét, hogy mikor fog utazni, milyen hosszú időre fog utazni, és még azt is tudjuk, hogy
milyen típusú utazást tervez, hogy tengerpartra akar menni, vagy a hegyekbe síelni, és ezért egy webáruháznak ezek nagyon hasznos információk lehetnek ahhoz, hogy ő meg betalálja releváns ajánlatokat. Úgyhogy én ezeket az együttműködéseket várom nagyon, akár közvetlenül, akár ügynökségek által, akár pedig sales house-ok által, de nyilván elsősorban direkt együttműködéseket szeretnénk, de hogyha ez nem is lehet, hanem van egy bármilyen harmadik fél, akkor annak a segítségét is szerintem nagyon szívesen vennénk. Értem. Tehát a konferencia szervezés mellett mostantól kezdve üzleti hálózatépítésén kezdek el gondolkozni. Köszönöm szépen az ötletet ezúton is. A beszélgetést itt most felfüggesztem, mert áttérek az én Nagy Barnabáshoz. Péter, maradj velünk, és a végén még beszélgetünk. Szia, Nagy Barna! Szia, Ákos! Sziasztok! Szia. Szerinted lehet a Google-tól független programatik rendszert? Itt belecsapok a közepébe. Lehet a Google-tól független programatik rendszert építeni? Hát csak tőle függetlent lehet építeni, mert ő maga hozza a teljes ökoszisztémát, köszöni szépen, senki másra nincs szüksége. Még egyelőre jelen pillanatban a tartalomtulajdonosokra igen, mert hogy ő maga ugye gyakorlatilag semmit nem csinál, hanem más által előállított termékekből 20 profitál elég komolyan. De a viccet félretéve, tehát hogy lehetséges programatik rendszert, és lehetséges, inkább tágítanám a horizontot, adatvezérelt marketinget a Google, vagy bármelyik más, ha nem is monopolizmusra, de valami nagyon-nagyon-nagyon korlátozott piacra törekvő szereplő nélkül is, sőt, anélkül kell csinálni, ha a hirdetői szempontokat veszem figyelembe, akkor ez egy kulcskérdés lesz, hogy kinél van a kontroll. És ezek az antitrust vizsgálatok, amik például az Egyesült Államokban most zajlanak, azok nem véletlenül például ezzel is kapcsolatosak, hogy valaki egy bizonyos méret fölött, ez 1920-as években azt hiszem a US Steel volt, amit egyszerűen földaraboltak, mert az már az amerikaiaknak is sok volt, hogy ha acélt akartál venni, akkor volt egy darab szereplő, az úgy általában nem annyira jó, és az amerikaiak szinte mindenre tesznek, többek közt egyébként a személyes adatokra is, és a többire, tehát hogy a GDPR az nem amerikai fogalom. De egyetlen egy dolog, a verseny és annak a tisztasága, arra nagyon-nagyon vigyáznak. És hogyha amikor egy befektetési bankár eladta a saját termékét a másik oldalon, ugye erre lecsaptak, és ezt ketté csapták a Wall Street-en, és itt is az, amikor valaki egy hozzáférési pontot fejleszt, lásd böngésző, majd egyébként a másik oldalon szabadkozva fölteszi a kezét, hogy hát igen, az ott most nehéz lesz, de nekem van egy tök jó megoldásom erre, bocs, akkor azért az ugye elég necces még ezen a szinten is. De most elég ennyit szerintem a Google-ről. A Google-ot szerintem az életben nem fogják feldarabolni, és azért már nézd meg, hogy most még már webshopokat, vagy elkereskedelmi tevékenysége is van, és lassan minden először lesz kötve. Valamelyik nap bevezették a Netflix alapú tehát ezt csak az OTT alapot mondom, játékrendszerüket, tehát hogy én nem féltem őket, hogy be fognak minket venni, és mielőtt még bevennének, azelőtt eltörlik ők maguk az antitrust törvényt is. Menjünk vissza a hétköznapokra, a mi kis hétköznapjainkra. Szerinted kit fog a legjobban érinteni a változást? A kiadót, tehát a médiumokat, vagy a hirdetőket? Mindenkit. Tehát, hogy ezt sokszor elmondtam, hogy egy hajóba nevezünk, csak ez sokszor ugye mesterséges viták által föl van darabolva, és a hajó két különböző végébe ülünk, de valójában tök együtt utazunk. Főleg egy ilyen piacon, egy ilyen sajátosságú piacon, mint amit nevezünk magyar piacnak, vagy együtt összekapaszkodunk, és együtt sírunk, nevetünk, vagy nagyon sokan ebből a csónakból ki fogunk zuhanni. Tehát mindenkit érint. Annyit hozzátennék, hogy én azért aránylag nagyvállalatok elég nagy hirdetési büdzséjét kezeltem digitálisba, és jelen pillanatban is aránylag nagyvállalatoknak segítek abban, hogy tudnak adatvezérelt marketingre átállni, szinte teljes mértékben. A másik oldalon viszont ugye Barion néven futok, tehát hogy ez csak annyit, hogy a Barion egy elég nagy online fizetési megoldás szállító, webáruházak tudnak rajtuk keresztül kártyás fizetést. Ez most nem a reklám helye, csak amit le akarok vezetni,
hogy ezek a webáruházak is a saját adataikat elkezdik monetizálni azáltal, hogy egy nagy adatszolgáltatóba, hasonlóan a Datami, összegzik ezeket az adatokat, amelyek eddig feltáratlanak voltak, hiszen ezek nem online médiumok, itt nem cikkeket olvasnak az Alfa Romeo-ról, hanem egy Alfa Romeo lámpát vesznek meg. Minőségében teljesen különböző, más jellegű típusú, de ezt azért mondom, mert hogy ezen keresztül látok nagyon más méretű piaci szereplőket is, nagyon más viselkedési piaci szereplőket, akik egyébként ebből, amit most így végigvettünk, hogy médiumok, nagy hirdetők, ügynökségek kiesnek, mert akár ügynökségük sincs, nem nagy oldalakon hirdetnek, hanem pont ilyen zárt ökoszisztémákba, a saját CRM-ükbe bíznak nagyon erősen, és így tovább, és így tovább. De visszatérve a kérdésedre, nem szétdumálnám az egészet, hanem átfogóan látva ezt az egész dolgot, én azt látom, hogy akik a tetején meg az alján ülnek a kategóriákban, azok akár még ebből nagyon jól tudnak profitálni, és ezt előbb elmondta Niki és Bálint is, hogy ennek akár még örülni is lehet. Akik nagy büdzséken ülnek, akik sok mindent kezelnek, akik meg tudják fizetni azt a szakértelmet, a Péterhez csatlakozva, azok a márkák, akiknek olyan weboldaluk van, ahol nagyon nagy a látogatottság, tehát a saját propertyjükön egy nagyon nagy adatbázist össze tudnak állítani. Akik képesek peer-to-peer összekapcsolódni nagy kiadói hálózatokkal, például Bálintékkal. És akkor már két-három nagy hálózattal úgy nagyjából le is fedik az ő általuk szükséges teret. Tehát ők meg fogják találni. A nagy ügynökségek globális rendszereken ülnek, ott a háttérben higgyétek el, már Kaliforniában rég megvan a megoldás. Ők nyugodtan hátradőlnek, mert meglesznek, köszönjük szépen. A nagyon nagy márkák nagyon meglesznek. A nagyon nagy márkák már nem itt a Duna folyó partján döntik el, hanem Varsó egyik külvárosában, a 20. emeleten a költéseiket, vagy Londonban, vagy akár egy kimondhatatlanul kínai városban, ahol azt se tudjuk, hogy ez mi, meg kicsoda. De alapvetően ez egyébként folytatódó tendencia. Tehát amely megoldásokat itt azért elkezdtetek felvázolni, az a rossz hírem, hogy én azért úgy látom, hogy ez egy nagyon limitált körű megoldás lehet sok mindenre. Mert hogy nem itt lesz. Tehát, hogy ti nem fogtok tudni azokkal beszélgetni, és azokkal partnerséget kialakítani, ahol az igazán nagy pénz csorog. Tehát, hogy ennél átfogóbb megoldások kellenek, de a teteje szerintem, tehát a nagy költők, a nagy ügynökségek, a nagy médiahálózatok, de itt azért minimum regionálisban érdemes gondolkodni, az, hogy Magyarországon valaki nagy, az már a régióban is mondjuk úgy közepes, egyel nagyobb horizonton meg hát így igazából senkit nem érdekel. Most bocsánat, nem negatív akarok lenni, csak ez tényleg érdemes észrevenni. Kicsik mellett vagyok, elnézést. A kicsik is nagyon jó lesznek, köszönjük szépen, mert a kicsik azt a havi 53 ezer forintot, amit lead generálásra elköltenek, azt most is meg fogják találni, sőt, még egyre jobb rendszereket fognak találni. Azok, akik nem akarnak mondjuk portfóliókán átívelni, mert mondjuk a centrál média egyébként annyira lefedi az egész célközönségüket oda-vissza, hogy minek mennének máshova, minek néznék össze más tevékenységüket, hiszen ott ki lehet őket szolgálni, ők köszönik szépen, ők teljes körű megoldást fognak kapni. Tehát, hogy ott megint van egy olyan réteg, aki köszönjük szépen ezekkel a megoldásokkal el van. Akkor most nem retargeting megoldást fog az ügynökség eladni, hanem akkor a Google-re ül egy kicsit jobban rá, és inkább tanácsadó lesz, és kevésbé a média pénzek mennek át rajta. Mindenki nagyon jól el lesz. A közepe, aki szerintem egyébként Ákos általában a konferenciákon látható, és akikről általában beszélgetünk ilyen fórumokon, na ők azok, akik szerintem nagyon-nagyon-nagyon nagy problémában vannak, csak ugye a tagadástól egészen az elfogadásig az éppen csöndben egyébként valamit próbálok ezzel ellen tenni, ezen a skálán működnek, de mindenkit érint. Van nekem a 10 pont, amit a végén majd beadok, annak az utolsó sorához ezt írtam, a Google mindig jobb ajánlatot fog adni nálad, keresd a részt, ahova nem tud ő beférkőzni, ezt csak a kis helyére mondom. Nagyjából ezt mondtad most ki. Illetve nekem kijött még egy dolog, hogy ha eltűnik a third party, akkor a magyar kiadók között még nagyobb verseny fog, meg kinek lesz jobb adatbázis, tehát ez egy kézzelfogható versenypiaci helyzet lesz, egy új verseny, eddig is volt versenypiaci helyzet, de ez most fokozódni fog ezáltal. Igen, de a kicsi kiadók,
az egydoménes kiadók, az aránylag kicsi, de minőségi forgalommal rendelkező kiadók, direkt nem mondok neveket, azok erről a vonatról megint félő, hogy igencsak lemaradnak, vagy valakihez kénytelen, kelletlen csatlakoznak. Tehát azért van egy ilyen is a kiadói oldalon, és vannak olyanok, akik nem kiadók. Tehát azért megint csak visszahozom. Ma Magyarországon a webáruházok összesített forgalma, látogatói forgalma megelőzi a magyarországi kiadói oldalnak az összesített forgalmát. Még egyszer ismételd meg a mondatot? Nagyon fontos. Ma az elkereskedelmi szereplők összlátogató, nem látogató száma, hanem látogatóás száma, de ebben lehet vitatkozni, meghaladja az össz magyarországi kiadók által kezelt portfóliók látogató mennyiségét. Na hát, ezt nem véletlenül kérdeztem, hiszen évekkel ezelőtt is már elkezdtünk akörül beszélni, hogyha valakinek minden a rendelkezésére áll, akkor mikor érjük meg, hogy nem csak a Porsche-nak vagy a BMW-nek lesz saját márkalapja, hanem mindenkinek is elkezd rájönni arra, hogy kereskedelmi értékesítés mellett szolgáltatni kell és megoldásokat nyújtani, ahhoz viszont szükség van egy saját média felületre, amit lehet, hogy olcsóbb lesz neki felépíteni, mint bárki mással, és ez szerintem valós veszély, amit most mondtál, ez egy picit ezt húzza alá, nem, Barna? Hát ezt ettől független, vagy ezzel együtt nem mindenkinek van erre lehetősége, és nem mindenkinek ajánlanám ezt a stratégiát, mert iszonytató nehéz a non-core tevékenységbe vonulni. Tehát egy nagy bankon figyeltem meg, hogy iszonytató pénzeket raktak abba bele, hogy felépítsenek mindenféle ilyen okos trükkök a pénzköltéssel kapcsolatban. Csak az a baj, hogy mondjuk a Bálinték, ugye nem tudom én, 30 éve profi újságírók által tudják, hogy mire kattintanak az emberek, mit olvasnak, és egyébként is van egy natív beáramló forgalmuk, amire rá tudnak ülni. Hát ez nagyon nagy bank, ezt mind meg akarná venni, az körülbelül annyit költene rá, mint amit egyébként mondjuk a márkázására kellene, és butaság lenne. Tehát, hogy igenis forduljanak mindenki ahhoz, aki mindenki csinálja azt, amiben profi, és például a kiadók abban profik, hogy kell tartalmat előállítani, de az lehetséges, hogy aki fizeti azt a tartalmat, és egyre inkább direkt a kapcsolódása, aki fizeti a tartalmat, és aki előállítja. Ugye arról olvastatok, hogy azt hiszem a New York Times-nál, hogy születnek az editoriálok, és hogy a marketing osztály mondja meg, hogy a content hogy születik, meg már bocsánat, hogy behozok egy ilyen szállat. Azt fogja kérni, hogy a kódomat légy szíves, illetve a háttérbe, a szerveredre légy szíves az én kódomat akkor föltelepíteni, mert minden olvasót, akit ide az én pénzemen hoztatok, már bocsánat, hogy direkt mondom, annak az adatait én kérném szépen, és a content, vagy a consent managementbe pedig legyen beépítve, hogy XY hirdető használhatja marketing célra ezeket az adatokat. És akkor win-win van, és azt megcsináltuk. Csak az a baj, hogyha egy akkora cég vagy, ahol mondjuk 4-5 ilyen egymástól elég független csatornát, és mondjuk legalább 10 magyarországi publishert akarsz így használni, aránylag erős dolgot kell belerakni a saját marketing technológiai stack-edbe, hogy ezt tudj kezelni és tud variálni. Ezt egy ügynökség neked meg fogja csinálni, de megint csak belépési korlát növekedés van. Tehát ilyen... Barna, én csak ki akartam hozni, hogy ajtó bezárul, másik kinyílik, és valahogy provokálni akartalak, és végül kijött, hogy a Bálintéknak, ha már annyira, ha már ő van köztünk, és mindig őt nevezzük meg. Mindenkitől kérdezném, de előtte én a Sólyom Balázsnak megígértem, hogy az övé lesz az első kérdés, mert én ott lelőttem, és ezúton kérek elnézést. Balázs, vannak kérdéseid? Nem kérdésem, hanem egy kiegészítést szeretnék mondani, igen, mert volt szerintem egy félreérthető gondolat, vagy akár ha már lehet vitatkozni, mert pont az a lényege szerintem a third party sütinek, hogy tök jó, hogy az ügyfelek elkezdenek first party adastratégiában gondolkodni, de az egyetlen helyen fog működni, on-site, azaz a saját univerzumban. Tehát amint ő neki van egy erős first party stratégiája, azzal önmaga a saját oldalán nagyon jól tud personalizálni, megszólítani bárkit, de amint ki akar menni egy indexre hirdetni, elfelejthet mindent, mert onnantól ő third party sütiként fogott megjelenni. Tehát ezért nagyon fontos, és szerintem pont ez az a zavar a third party és a third party süti között a fejekben, ami miatt nincs még akkor a frát senkiben, mert hogy pont ez fog eltűnni a jövőben, vagy ez fog átváltozni, inkább akkor úgy fogalmazok,
de erre nagyon fontos odafigyelni, hogy a saját adatstratégia egyelőre jelen tudásunk szerint a saját univerzumunkon belül lesz életképes. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Én ezen mennék tovább, igen? Bocsánat, hogyha lehetséges, inkább kérdezés helyett kommentálom, hogy igen, de hogyha megállapodsz egy kiadói csoporttal, hogy egyébként vagy direktbe egy kódot berakjon, és az technológiai szempontból a saját doménje alá pakolja rá a cookie-dat, akkor melyebb vagy, vagy egyébként csatlakoztok mindannyian valamilyen olyan általános ID-hoz, ezt jaj, de szépen mondtam, ahelyett, hogy Universal ID-t mondtam volna. Feri mosolyog, majd lehet, hogy hozzátesz pár gondolatot. Bízunk benne. Feri, tiéd lesz a szó. De hogy ha ilyen van, akkor azért, aki a buliba benn van, és itt akkor a belépési korlátot tudjuk csökkenteni, akkor aki a bulin belül van, az vigyoroghat. Aki meg kimarad, az meg szívja a fogát. Csak kérdés, hogy milyen könnyű lesz ebbe a buliba becsatlakozni. Feri, szerinted milyen könnyű lesz egy ilyen buliba becsatlakozni? Hogyha behoztuk itt a Universal ID fogalmát, akkor tisztázzuk rögtön, hogy az micsoda. Az egyébként egy first party cookie gyakorlatilag. Tehát ott arról van szó, hogy van egy szervezet, akinek a kódjait, scriptjait beépítik a weboldalakba. Ez a szervezet teszi le ezt a úgynevezett univerzális azonosítót, ami egy first party cookie, és akkor, hogy különböző helyeken, hogy jár az ember, tulajdonképpen megvalósulhat ez a nyomkövetés. Na, erről rögtön bejelentette a Firefox, hogy nem fogja engedni ezeket a cookie-kat, ezeket a Universal ID-kat letenni, illetve azt hiszem, hogy a Safari ugyanígy tett. Chrome-nál még nem lehet tudni, hogy ezzel mi lesz, de az elmúlt időszakban nagyon sokat nem lehet hallani ezekre a Universal ID-típusú azonosításokról. Egy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt mindenki megjelent ezzel, a IAB-nak is van saját megoldás, most már nem tudom, hogy melyik névről, de azért valószínűleg nem véletlenül mostanában nem hallunk azokról, hogy majd ez lesz a nagy megoldása a first party, illetve a third party cookie eltörlésre, úgyhogy én csak ezért mosolyodtam el, és ezért még egyszer elnézést kérek, de sajnos egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy kicsit a fából vaskarika, hogyha nem engedünk third party cookie-t letenni, akkor majd letesszünk first party cookie-t, de az majd pontosan úgy fog viselkedni, mint a third party cookie. Ez most egyelőre úgy tűnik, hogy ez így nem fog átmenni, majd persze nem, erre még azt hiszem, hogy konkrétan egyébként a Google nem mondott semmit, hogy a Chrome-ban ezekkel majd mit fog csinálni, lehet, hogy még ők is gondolkoznak rajta. Valakinek hozzáfűzni valója a kérdése? Hadd kérdezzek valamit, mi történne, ha ma lekapcsolnák a cookie-t, eltörlik, nincsen, nem jogilag, üzletileg a Chrome azt mondja, hogy nem 2022, ma, vagy egyszerűen két napra kikapcsoljuk a cookie-t. Mi történne? Tudná valaki válaszolni? Mennyire hatékony a remarketing? Akkor, vagy a retargeting, akkor úgy kérdezem. Akkor magamhoz ragadhatom a szót, hogyha... Hogyne, hát vagyok a legmondani. Hogyha ez most megtörténne, akkor a programmatik hirdetési piacban alkalmazott célzásoknak szerintem úgy a 90%-a az elpárologna, és megmaradna a licit alapú hirdetések kihelyezése, és nem lehetne alkalmazni sem frequency, sem retarget, sem adatbázis alapú, semmilyen ilyen típusú megoldás jelenleg nem működne. És egyébként még annyit tennék hozzá, hogy szerintem nagyon sokan nincsenek is pontosan tisztában, hogy azzal, hogy a adott weboldalon vagy a saját weboldalukon működő megoldások hány százalékban támaszkodnak third party cookie-kra és hány százalékban first party cookie-kra, mert egyébként ez szolgáltatónként is eltérő. Értem. Balázs? Én építettem hasonló rendszert, mint amiről Barna is említett. Annak a teljesítménye kb. Úgy nézett ki, hogy a konverziók 56%-át hozta az adatvezéreltség alsó hangon. Tehát ha most így hirtelen kikapcsolnák, akkor feltehetőleg ennek búcsút lehetne inteni. Nyilván valamennyi visszafolyna, hogyha átállna a rendszer tényleg azokra a megoldásokra, amiket Feri említett, de azért gyors impact az biztos, hogy nagyon nagy fájdalommal járna.
Erre rácsatlakozva szerintem is annyi történne így hirdetőként, hogy drágább lenne egy konverzió, és talán nem annyira releváns látogatói tömeg érkezne a weboldalra, úgyhogy főként ez. Téd a szó, Barna. Igen, tehát hogy csak annyit akartam hozzáfenni, hogy a szekérettől futna tovább, tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy egyrészt ezt az egész problémát mi okoztuk. Ahogy Juhász Péter szokta mondani, hogy ne mondd el anyámnak, hogy reklámmal foglalkozom, ugye? Tehát, hogy idáig sikerült ezt az egész szakmát szépen degradálni. A Mad Men-es időktől kezdve, hogy milyen menő volt, most már ilyen, ja, hát az, aki az én életembe ugye belekutakodsz és beletrollkodsz a hülye reklámjaiddal, mert hogy ugye reklámot csinálunk és nem információt adunk, erről sokszor beszéltünk sok helyen. És ennek például van egy olyan tünete, a maga az egész reklámtiltás. Tehát ezt ne felejtsük meg, hogy jelenleg, és ez folyamatosan az elmúlt években, és egy szépen növekvő trend, és Magyarországon, srácok, mondjatok más adatokat, én ilyen 25-30%-ra teszem a fekete foltot, amire egyébként nem hogy harmadik feles kukik, és mit tudom, még követők, semmilyen rálátásunk nincsen, nem tudunk neki reklámot megjeleníteni, és róla se látunk szinte semmit. Tehát ehhez képes van. Mondd, Malás. Egyetemen meg szoktam kérdezni, minden évben megyek három különbözőre előadni, és mindig megkérdezem a diákokat. A tavalyi évben mind a háromnál 90% fölötti volt a jelentkezők aránya a 20-30 év közöttiek között, akik adblockert használnak. Tehát ehhez képest, hogy egyébként most a Chrome-ból is eltűnik ez a feature, ez azt jelenti, hogy akkor most pánik megoldásként átütemezik az ügynökségek a költéseiket innen-oda, megerősödnek azok, akik egyébként ugye tudják hozni enélkül is a delivery-t, tehát hogy a zárt világok azok egyértelmű, hogy azonnal egy nagy adag pénzt kapnának, és aztán elkezdődnének ezek a komplex megoldások, amikről beszéltünk, mert nem tudom, ezt azért összegzően elmondhatjuk, nincs egyszerű megoldása ennek a helyzetnek. Tehát ez több megoldás egyidejűségével fog az idővel valami egész más felé menni. Olyanról nem is beszéltünk, hogy például mi van, hogyha mindenki elkezd natív klienseket osztogatni, és azon keresztül kb. Majdnem mindenhez hozzáférhet. A böngészőt ki lehet kerülni egy userhez, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a technológia mindent meg fog oldani. Ez szintisztán üzleti kérdés, és egy olyan jellegű gondolkodás, hogy összefogva csináljuk meg, és akkor egy kicsit egyszerűbb és gyorsabb, vagy mindenki megpróbál mindenféle utakat csinálni, és majd leszintetizáljuk 5 év múlva, hogy akkor mi marad ebből a megoldás halmazból. Hát erre fölmondtam azt, hogy Pató Pál úr, 2 év, összefogás, Mohács. Közben Ingrid megfogalmazta a kérdést, Filip, meddig válaszoltatok már rá, de azért fölteszem, hogy röviden. Lesz szerintük teljes értékű alternatívája a third party cookie-knak az új világban? Niki? Hát ez nagyon jó kérdés, hogy majd így merre fog elindulni ez az egész. Ahogy így az előttem szólók is elmondták, hogy biztos, hogy lesz erre valami technológiai megoldás, úgyhogy biztos, hogy valamelyre így el tudunk majd indulni, de ugye addig is, ugye, amik rendelkezésre állnak nálunk adatok, információk, azokból tudunk táplálkozni. Mit javasolnátok a magyar programmatik piactereknek most kapásból, mihez lássanak hozzá? Meg szabad kérdeznem? Húha! Na, akkor menjünk tovább! Én nem, bocsánat, akkor élek a lehetőséggel, én egy picit messzebbről nézném, inkább a hazai kiadói oldalnak mondanám, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy most azért egy tabula rasa lesz ebben a projektben. Tehát, hogy azért én szerintem az elmúlt években egy kicsit hátradőltek, és elszaladt mellettük az egész adatsztori, és most kezdenek el szépen követőként belépni erre a piacra. Itt viszont van egy olyan lehetőség, hogy fel lehet talán nőni, meg lehet olyan potenciált kiaknázni ebben, hogy a Feri által említett Volgárdenek mellé lépjenek valamilyen szinten. Valakinek hozzáfűzni valója? Én vitáznék jelentkezés nélkül, mert hogy azért azt látnotok kell, hogy a kiadóknak a mozgás azért nagyrészt ahhoz igazodik, amilyen nyomást gyakorolnak rá a hirdető partnerek.
Tehát, hogy éppen ezért üdvözöltem így elméleti sík, hogy nyilván a gyakorlat majd megmondja, hogy ez jó dolog volt, vagy nem az, hogy a mostani megoldást kivezetjük, mert szerintem a mostani megoldással a hirdetők felől inkább az a nyomás jött felénk, ami a CMP irányba mutatott. Tehát, hogy amikor mi azt kértük, hogy gyerekek egy kicsit próbáljuk azoknak a számát korlátozni, akik az adatainkból akarnak majd pénzt csinálni, mivel értelemszerűen mi is jól járunk, mert a végén hozzánk is eljut ebből az egészből valami, mindig az volt a válasz, hogy nem, engedjünk be minél több embert. Tehát, hogy azért a kiadókon jelen pillanatban ez a nyomás volt rajta, hogy a földparti kukira épülő rendszereket szolgálja ki, és az alkalmazkodjon. És ezzel párhuzamosan azért így, amiket mi tettünk adatstratégia fronton, a programatik egyébként jól fogadta, tehát arra utaltam is, hogy nekünk a saját adatokra támaszkodó elsősorban ez az ilyen private dealekben, tehát amikor megegyezünk egy ügynökséggel, vagy egy nagyobb hirdető partnerrel, hogy hogyan futtatunk kampányokat ilyen alapon, azok működnek, de főleg display oldalon azért nem volt a piac részéről annyira erős érdeklődés abba az irányba, amit mi vagy más kiadót csináltunk. Tehát, hogy én részben egyetértek a Balázsa, de részben vitatkozom. Én a kiadói oldal nyomasztására reflektálnék, hogy hirdetőként nem igazán fogom nyomasztani, meg nyomni a kiadót, hogy milyen irányba fejleszen, hogyha nekem a Google vagy a Facebook megadja azt, ami nekem kell, az olcsó konverziót, és mennyiségbe is leszállítja, akkor engem nem igazán érdekel, hogy mit tesz azért egy kiadó, hogy inkább hozzávigyem a pénzemet, és hogy tőle hozzam el azt a usert, aki nekem vásárló lesz. Tehát ilyen tekintetben lehet, hogy nehéz visszajelzést kapni a kiadóknak. Nem tudom, hogy ez a mi hibánk, vagy az én hozzáállásomnak a hibája, de szerintem inkább a kiadónak kellene nyomasztania engem, mint hirdető, hogyha kíváncsi arra, hogy milyen irányba mozduljon el. Gyorsan erre reagálva, mert ezelőtt a meeting előtt egy fél órával volt egy nagyobb ügynökséggel egy megbeszélésünk, és épp ezt a kérdést tettem föl, hogy mondd már meg, hogy mit tudunk csinálni, hogy arra legyen esélyünk, mert tök jól néz ki a matekban, amikor mi számolgatunk azon, hogyha valamiért tudunk csinálni, amivel a két nagy nemzetközi szereplő felé kimenő pénzetnek megszerezzük a 0,x%-át, és akkor így az ügynökségi vezető az így gondolkozott, és azt nem nagyon tud erre mást mondani, csak hogy csináljuk azt, amit idáig csináltunk, ami nem a Google-el és a Facebook-kal versenyez, mert azért nem nagyon vagyunk egy súlycsoportban. Tehát ugye ilyenkor jönnek azok a megoldások, ami ugye a helyi tartalom, a natív megoldások, stb., ami irányban mi jók tudunk lenni, illetve a vásárlási töltségnek az a széles része, ahol a felhasználókat el lehet érni, de ugye azért a vége mindig a Google-nél van. Igen, az tény, hogy a kiadóknak a legnagyobb feladata, hogy minőségi tartalmat csinálja, és a hirdetőket rohadtul nem fog. Egyszer-kétszer majd jó indulatból hozzávág a kiadóhoz egy kis hirdetés, de alapvetően nem a minőségi tartalom fogja eldönteni, illetve valóban a kiadóknak kell majd nyomasztani a hirdetőknek, hogy legyen. Tovább megyek, Privacy Sandbox, ezt ígérgeti a Google nekünk. Mi a véleményetek róla, mit fog tudni? Nem az a lényeges, hogy mit fog tudni, hanem hogy mit nem. Köszi. De ez tök jó. Igen. Egyrészt a Google kezdetektől fogva belekapaszkodik abba, ami egyébként adatvédelmi szempontból is jól védhető, de neki hogy nem üzletileg is igen jót tesz, hogy nem enged lefúrni user szintre. És az egy az egyben követést, ezek a megoldások sem tudomásom szerint engedik. Tehát, hogy valamilyen módon kontrollálhatod te majd, mint user. Egyébként erről szó volt, hogy a böngészők legyenek ezek a single point of contact, ahol ne minden egyes szerencsétlen weboldalnak kell egy nagyon idegesítő CMP-t az arcunkba tolni, és ezt meg kelljen ismételni mondjuk 30 naponta. Vagy 15 sessionön túl, vagy tök mindegy, és erre nincs is egy egységes definíció, hogy kellene csinálni, és már borzasztó idegesítő, hanem ugye egyébként te szabályozhat abból, amiből egyébként a tartalmat fogyasztod, hogy mit akarsz, és mit nem, és kinek engedsz. Csak azért azt érdemes tudni, hogy jelenleg, amikor a CMP-be egy oké gombra kattintasz, ahogy Bálint is elkezdte mondani, hogy
akkor körülbelül 40 rendszernek mondod azt, hogy igen. A 40 rendszer a háttérben 800 másik rendszerrel, és most szó szerint tényleg ilyeneket értsetek, kapcsolódik, amely egyébként mondjuk 4000 ügynökség kezel, és olyan 160 ezer kampány. És ez valós időben, azt, hogy te egyébként itt most elolvastál egy Alfa Romeo-ról szóló cikket, ezt így a világba el is küldi, és ahogy a Bálint sérelmezi, hogy ő maximum ezt a 40 rendszert látja, és utána semmit, a user is sérelmezheti, hogy ez így kimegy. Most képzeljetek el egy olyan ilyen kokpitet a saját böngészőtökbe, ahol akkor itt most állítgatod, hogy figyelj, itt van ez a kis kínai valamilyen, nem tudom mi, azt sem tudom, ki ez, mi ez, most akkor őt engedjem, ne engedjem, vagy hogy legyen, tehát hogy kiket. Jó, hú, az Apple-ről hallottam, vagy most mondjuk Samsung, ő nincs érdekedve ebbe a dologba, ő jöhet, de mindenki más mit fog csinálni ebből az egész dologból? Tehát ez marha jó hangzik, csak ez hogy fog működni, és hogyha egyébként még mindig senkinek nem engedi meg rajta kívül a Google-nek, hogy lássa és egy az egyben követhessen egy usert. Pluszban még az egész kontrollt is magához kéri, hát akkor zseniális. Tehát én azt mondom, hogy körbeért a történet. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Én arra erősítenék még rá, amivel a barnapon befejezte, hogy igazából nem az, hogy mit fog tudni, hanem mit fog még eredményezni, egy újabb kitettségi pontot. Tehát, hogy amint valaki ebben nem úgy jár el, ahogy el kell, és ez mindegy, hogy ő hibázott, vagy annak ítéltetett, már a teljes ökoszisztémáját érinti az egész hatás, ami pedig hatalmas hatást gyakorolhat rá. Tehát, hogy ebből valakit kitiltani, egy kattintás lesz a másik oldalnak, és nagyon indokolnia se kell, hisz elég csak azt megnézni, hogy milyen kikerülni mondjuk a Chrome böngészőből egy napra valamilyen hiba miatt, és mit eredményez a weboldalon. Szóval a kitettsége fog növekedni mindenkinek ilyen szempontból, és a saját kontrollját veszíti el a saját biznisze felett. Köszönöm szépen. Mennyi idő lehet, ami kialakulnak és elterjednek olyan új megoldások, amelyekkel hozzávetőleges konverzió, áremelkedés visszaállhat a mai szintre? Erre én hagy válaszoljam annyit, hogy az fog győzni ebben a dologban, aki mire kivezetik a kukit, vagy eltörlik, ahogy akarod, Feri, úgy mondom, lesz valakinek kész versenyképes megoldása, tehát nem akkor kezdi el csinálni a dolgokat, amikor kivezetik, hanem addigra már készen van a tesztelésekkel együtt. Van-e valakinek ez hozzá? Igen, Péter? Szerintem a konverzió áremelkedéshez valamilyen szinten hozzá kell szoknia mindenkinek, tehát mint ahogy az életben minden drágul, ebbe a digitális világban szerintem a konverzió ára is folyamatosan drágulni fog, legalábbis én inkább erre készülök lelkileg, mint arra, hogy ez egy átmeneti dolog lesz, és majd visszatérnek a régi szép idők, amikor megfelelő mennyiségben olcsó lehet majd konverziókhoz jutni. Illetve akkor csökkenhet, hogyha olyan lojális felhasználókat tudunk magunkhoz édesgetni, amikor már nem kell neki hirdetni, hanem közvetlenül annyira megszerette a márkát, hogy már közvetlenül direktbe jön a weboldalra, és úgy vásárol tőlem, és márka hű lesz, tehát még ezt tudnám hozzáfűzni. Hát ez, hagyd legyek meg itt pessimista, Magyarországon 2018 vagy 2019-ben, most nem tudom melyik adat, úgyhogy előre elnézést kérek, az elkereskedelem 1000 milliárdjából 400 milliárd, azaz 40% már külföldön lett elköltve. Ez mind kiment a magyar marketing és média piacról, ez a pénz, ez nem kevés pénz, illetve hát annak a marketing része. Én beadnám ezt a 10 pontot, lassan végigmennék rajta, és tegyétek meg, hogy akinek van hozzáfűzni valója, 10 pont, amely nem rengeti meg a világot, de talán segíthet. Egy, legyél tudatában annak, hogy mi történik, és mi a jelentősége. Hát ezt a mai adásban megnéztük, egyébként meg bárki azt hiszem a Google-ban utána tud nézni, elég részletesen le vannak írva. Próbálj eltávolodni a problémától, és felülről rátekinteni, ezt csináltuk ma is. Állj több lábon! No! Hát ez a legfontosabb, tehát hogy ne csak adatbázist építsünk, hanem kereskedelmet is építsünk, vagy egyéb üzleti tevékenységet is hozzunk be. Készíts saját adatbázist, ez volt ugye a negyedik. Próbálj közös adatbázist, ugye Kis Péterrel való beszélgetésünkből, próbálj közös adatbázist kialakítani olyan partnerekkel, akik ugyan nem célcsoportotok,
akikkel ugyanaz a csoportotok, vagy legalábbis nagy az átfedés, de nem vagytok egymásnak konkurenciái. Ugye itt arra gondolok, hogy ezek az együttműködések soha a büdös életben nem működtek. Nem, kár is forszírozni, tehát ebbe csak idő meg energia megy el, de biztos vagyok benne, hogy egy biztosított társaság remekül fog tudni egy utazási irodával, vagy utazási lappal, vagy egyebekkel így együttműködni. Legyen több vásárlói hirdetői kampányot, ha valaki letiltana, akkor tudjál tovább lépni. Nagyon szerettem a Google-ot, dicsekedtem az elején, hogy milyen marha jól tudom már kezelni, mégis elszúrtam, mert a hétvégén letiltott. Én rontottam el, egy rossz szót tettem bele. És rossz szó miatt letiltott. Két napig állt a hirdetésem. Tarts versenyben szolgáltatóidat, beszállítóidat, ez kellően öreg vagyok ahhoz, hogy elmondjam, hogy ott, ahol egy beszállítón volt, ott előbb-utóbb mindig túnyulás történt. Építs magától értetődő transzparens kontrollrendszert. Hát szerintem a Google itt nyerte a legtöbbet. Olcsó volt, és transzparens, és azonnal láttam. Aztán azon most lehet vitatkozni, hogy ezt mennyire fogadjuk el, vagy nem, de azonnal láttuk, és azért ez nagyon-nagyon sokat. Amikor a bizalom szó itt kimerül, hogy én meg tudom nézni. Ne várd, hogy majd más megoldja helyette a te gondodat, ez ugye egyértelmű, és figyelj a globálisokra, és cselekedj lokálisan, ugye Nagy Varna barátommal szeretünk erről beszélgetni, és erre folyt az utolsó mondat. A Google mindig jobb ajánlatot fog tenni nálunk, azt keressük azt a részt, amitől a kis magyar lokális piacunk, vagy azon belül jól fogunk tudni működni. Van-e valamelyik kötöknek bármelyikhez hozzáfűzni valója? Szerintetek... Én javasolnék még egy ilyen, plusz egyet, vagy így átfogólag, amit talán említettem is, de kihangsúlyoznám. Ez nem technológiai probléma. Mindenre lesz technológia, mindenre már létezik technológia probléma, hanem hogy a piac hogy kezdi el újra szervezni magát akkor, amikor egy technológiai megoldást, egyébként borzasztó gyenge és rossz megoldás volt, de kihúznak alóla, és helyette valószínűleg nem egy darab megoldás lesz. És ezt egy piacnak kell közösen megoldania, ezért a piacnak legyél része, és ne keresd tökéletesen saját megoldásokat, talán ezt még hozzátenném. Hát erre vannak a csodálatos szövetségeink, amelyeknek azt hiszem mindannyian tagjai vagyunk. Miki, tiéd a szó. Nem lenne még egy kis kiegészítő gondolatom, meg ugye volt egy kérdés is, aki KKV-s, és kért még ilyen javaslatot, ilyen három pontosat, meg egy kicsit így össze is legyen foglalva, én alapvetően én azt is tudnám mindenkinek javasolni, hogy mindenki nézze át a média mixét. És tényleg én úgy gondolom, hogy ezen a webináriumon is nagy segítséget nyújtottunk, hogy mire kell odafigyelni, hogy mik azok a targetálások, megoldások, amelyek szört parti kuki alapján működnek. És mindenki nézze meg a média mixét ez alapján, hogy mi az, amit így ez alapján használ, és emellett meg nézzenek meg alternatív megoldásokat, akár egy kontextuális szélzés. Nyilván kicsit elavultnak hangzik, de vannak jó rendszerek, amelyek ez alapján nagyon jól működnek, és érdemes őket tesztelni. Úgyhogy én ezt tudom így javasolni. Nagyon szépen köszönjük, Niki. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a 30 adásban mindenkinek eljött, rendszeresen részt vettetek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai résztvevőknek, név szerint Víg Nikinek, Bognár Bálintnak, Kis Péternek, Nagy Barnabásnak, Sólyom Balázsnak és Szutor Ferenc barátomnak, hogy ma eljöttetek. Nagyon szépen köszönöm az egész évet. A második, első évadot ezzel lezártam. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Mi köszönjük. Szerbusztok, sziasztok!